train. Közösen kellene köszöntenünk a nézőket. Sziasztok! Kösz szépen! Bajlódok a rágomban. Hát igen, ez itt egy lemezjátszó, amivel a fiatal úr játszik. Nem csinálja rosszul. Ezt tudjuk jól, hiszen az előző műsorokban néhány szóval megemlítettük ezt a versenyt, amit a Petőfi csarnokban rendezett a DMC, a Disco Mix Club, és a magyar bajnokságot, amit először rendeztek meg, ez a fiatalember Tommy Boyjal egyetemben nyerte. És szeretnénk a nézőknek valamilyen segítséget nyújtani abban, hogy ebben mi is olyan nagy kunszt, hogyha az ember egy ilyen lemezjátszóval trükköket csinál. Mi is ez? Hadd segítsek. Ez a lemezjátszó, ez pedig a hozzátartozó speciális úgynevezett fej. Most felhívom minden lelkes amatőr, köszönöm szépen, figyelmét, hogy ne próbálják meg az otthoni lemezjátszókkal ugyanúgy rángatni a lemez, mint ahogy most például én teszem. Ennek a lemezjátszónak azt hiszem, hogy egyértelműen látszik a speciális tulajdonsága már így szemre is, hogy nehéz, a másik pedig igen gyors. A gyorsaságot az úgynevezett gáz, ez a pitch control segíti, és a másik milyen lemezjátszó ez? Hát ezt most nem mondjuk ki, ez egy speciális... Hát ide, egy speciális diszkó lemezjátszó, mert a márkáját azt ugye itt nem szabad mondani, mert... Meghajtása? Meghajtása, direkt meghajtású lemezjátszó. Most ez mondjuk... direkt elindítottam, ez most nagyon pörög. Na most ezen a pörgésen belül itt ez a gomb, ezt elveszem. Egész jól nézek ki mikrofonnak. 33-45. Na most 45-ös fordulaton általában a lemezlovasok többsége a 33-as lemezt is 45-ösön pörgeti. Ezzel itt a speciális kar, a speciális felfüggesztés, és ezt tette lehetővé, hogy megnyertük ezt a versenyt. Na jó, hát azért valamit még el kell mondani ezekkel a dolgokkal, amik itt ezen a lemezjátszón találhatók. Köszönöm szépen. Olyan érdekes momentumokat lehet kicsiholni mondjuk egy lemezből, hogyha van rajta egy mondat, annak részeit külön ki lehet szedni, akár ismételni sokszor, hogy azt a... Hadd mutassam meg. Például yes, 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 yes. Ez volt a megismételt szó. DJ Schulz, de azt hiszem ezt jó, hogyha megnézzük, hogy hogy is működött a versenyen. DJ Schulz! Check, baby, one, two, three, baby, check, baby, baby, check, check, baby, check, check, baby, 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 check
Ez nagyon jól áll neked, de inkább beszélj a versenyről kicsi, jó? Mondjuk ezt, szóval ide lépek. Ez volt itt az ő helye. Szóval volt David Fassara, kétszeres világbajnok, segítője Africa True, aki ragga stílusban végreppelt az estét. A repülők és a Black Machine. Black Machine is Jazz Machine. Black Machine is Jazz Machine. Sok szó esett már erről a DMC bajnokságról, azt azonban még nem mondtuk el, hogy jó nagy fölhajtás volt körülötte. Igen, jól sikerült a rendezőknek összeválogatniuk azt a csapatot, aki színesítette a lemezlovasok vetélkedését. Ugyanis itt volt egy világsztár banda, őket úgy hívták, hogy a Black Machine, igaz, hogy egy kicsit elhúzták a playback műsorukat, de azzal együtt nagy öröm látni ilyen nagy sztárokat magyar színpadon. Aztán itt volt a kétszeres világbajnok DJ David Fesser, aki óriási sót adott a közönség legnagyobb megelégedésére. Aztán voltak magyar sztárjaink is, méghozzá nem kisebbek, mint az FLM, és hogy a legnagyobb sztárt, legalábbis az est legnagyobb sztárját említsem, Somló Tamás és MC Gessner csapata a Repülők, a Nem adom fel című régi-régi LGP mutatóta. A tükör előtt állok, és iszonyú a látvány, csak rámulok, mint egy maszkletet hátrány. Na mi a gond? Na mond, mi a gond? Ha valaki mondja meg, hogy ki vagyok, és pont. Hát ide hallgass most, kis haver, örülj, ha valaki még
a dobány. Hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen, és elég nő. Mi ez a ti vagy, és átfigor a lényeg az, hogy kinek látszol és kinek játszol. Hiszen elmúlsz 20 és elmúlsz 40, és elmúlsz lassan szépen és ember. Sok, ez nem valami sok. Évek óta kutatom, hogy mégis ki vagyok. Nem hős, nem nős, nem gyémánt és nem is agyag. Se gyújt technika, se anyag. Gyors vagyok a lánynak, a zsarunak. Személy Moszkvában gazdag, de ide haza szegény. Többének óriás, óriásnak körbe playboynak. Playboy egyenesnek görbe. Hát ide hallgass most kis haver. Örülj, ha valaki még hátba ver. Ne filozofálj, hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen és elég nő. Lemehetsz hívva, de nincs aki felavad. Így sem baj, szedd össze magad. A nem bársi, nincs vécse kárhozat. De te se vagy, se áldozat. De nehogy már a nyúl vigye a vadát.